Jó néhány évvel ezelőtt én elkezdtem varni, meg hímezni. Benne voltam az Egyesületben és a Kézműves Egyesületben, és sok embert, alkotót megismertem itt a környékbeliek közül, akik foglalkoznak valamilyen tevékenységgel. És nekem is, meg a többieknek is otthon gyűltek a termékek, amikkel úgy gondoltam, hogy ha ezeket összegyűjtöm egy helyre, akkor itt Majsán egy ilyen kis üzletben meg tudjuk mutatni a közönségnek. Mi minden található itt az üzletben? Hú, hát rengeteg termékünk van. Az ékszerektől kezdve a varrott zsákokon, kistáskákon, nagytáskákon át kerámiáink. Milyen anyagokkal dolgozik legszívesebben? A legszívesebben a természetes alapanyagokkal dolgozom, vászonnal, kresvászonnal, amiket szeretek hímezni és esetleg is ilyen módon dekorálni, vagy pedig rátéttel, de újabb anyag és egy ilyen modernebb anyag a textilbőr, ami szintén nagyon jól kombinálható, és nagyon jól variálható, és nagyon frankó dolgokat lehet belőle kihozni. Mit szóltak a helyi alkotók ehhez a lehetőséghez, hogy megjelenhetnek ebben az üzletben? Szerintem nagyon pozitív volt a fogadtatás, nagyon örültek neki, hogy van egy ilyen lehetőség, ahová be lehet hozni a termékeket, ahol már csak egyszerűen meg lehet mutatni az embereknek, a helyieknek, a környékbelieknek, hogy ki mit készít, és ez szerintem úgy büszkeséggel tölti el azokat, akik itt behozhatták a termékeiket, illetve szerintem a vásárló réteget is érdekelt ez a lehetőség, hogy most akkor itt minél több ember termékében találkozhatnak. Ha valaki betér ide az üzletben most a karácsony ünnepkör alkalmával, mi az, amit tud ajánlani ajándékként? Megjelentek az első olyan termékeink, amik már kimondottan a karácsonyra készültek, az első ékszerek, az első fülbevalók, amik témájuknál fogva olyanok, akkor megjelentek az első párnahúzatok, amikkel nagyon klasszul lehet majd otthon dekorálni, de várjuk a további termékeket is, illetve készülünk majd kis csomagocskákkal, össze fogunk állítani kis kerámiát, kis mosdószivacsa például, illetve készülünk férfiaknak, hölgyeknek, nagymamáknak, anyukáknak, mindenkinek különböző ajándék lehetőséggel. Örömmel töltött el, hogy ismert helyi alkotók is megkerestek azzal a kéréssel, hogy szeretnének megjelenni itt az üzletben. Így például Pócsik Olginak a képei megtekinthetők az üzletben. Nemesné Garas Klárika is nagyon szép kis csuhé babákat hozott be az üzletbe. Illetve szeretném még kiemelni Cikkely Pannit, akinek a grafikáival díszített kis termékeink is megvásárolhatók. Mikor tudnak betérni ide az üzletbe az érdeklődők? Végre megszépült a sétáló utca, úgyhogy nagyon klassz környezetben várjuk a kedves vásárlókat ide az üzletbe. Egyelőre kedden, szerdán, pénteken és szombaton délelőtt, de ettől függetlenül is rendelkezésre állunk. Egy megbeszélt időpontban bejövök, és akkor el tudjuk intézni a vásárlást. Nem főállásban végzem ezt a tevékenységet, hanem hobbiként, úgyhogy nagyon szívesen segítek bárkinek. A Facebookon nagyon sok termékünk föl van töltve, mert nagyon fogjuk is továbbiakban is ezt folytatni, úgyhogy ott is lehet nézelődni. Az üzlet létrehozásának a konkrét ötlete az közel 2 évvel ezelőtt merült föl. Maga az üzlet 2019. februárjában nyílt meg, és azon kívül, hogy nagyon sok alkotót ismertem már előtte is és azóta is, ennek az üzletnek az egyik legnagyobb hozadéka úgy érzem az, hogy olyan fantasztikus embereket ismertem meg, mint például Zádoriné Tápai Eszter, aki bejött beszélgetni, mert tetszett neki ez az egész, és utána egy közös munka alakult ki tulajdonképpen. Nagyon megfogott az, amikor Enikőt megkérdeztem, hogy hogy is jött a neve ennek az üzletnek, ugye Green Chokes, Majsai Portékák az üzlet neve, és ő elmesélte nekem, hogy green, ugye zöld kréták, és hogy a zöld, mint a természet szeretete, amit nagyon sok termékbe meg is jelenik, újrahasznált anyagokból dolgoznak az alkotók, illetve a kréta, mint az alkotás, a szabadon alkotásnak az öröme, és így kezdtünk el együtt dolgozni. Egy nejlonzacskómentes piaci napot terveztünk meg, ami 2020 áprilisában került volna megrendezésre, és a helyi alkotók készítették volna kis ajándékokat, de ez egyelőre elhalasztásra került, reméljük, hogy esetleg most a tavasszal vagy nyár elején be tudjuk pótolni. Vannak-e praktikák, mi az, amiket tudnak tanácsolni az embereknek az újrahasznosítással kapcsolatban? Nagyon sok weboldal, YouTube csatorna létezik már, ahol a házi készítésű
tisztítószerektől kezdve házi készítésű ékszerekig sok mindent meg lehet találni. Most létrehoztunk egy Green Chokes Majsai Ökoblog oldalt, ahol hát én osztottam meg egyelőre a saját készítésű tisztítószereimet, hulladékcsökkentési ötleteimet, illetve az lenne ennek az oldalnak a lényege, hogy majsaiak tapasztalatot cseréljünk, hogy melyik boltba vihetjük be a kis dobozkánkat, és nem néznek ránk ferde szemmel, vagy hol tudunk esetleg csomagolásmentesen vásárolni, vagy hol tudunk helyi alkotók termékeiből válogatni. Ez az üzlet miben tud segíteni a helyi lakosoknak a zöld gondolkodásban? Majsán úgy gondolom, hogy ugye kisváros, még talán kevés az a kezdeményezés, ami ebbe a zöld, kicsit környezettudatosabb irányba mutat. Ugye egyrészt szerintem már néha elegük van az embereknek ebből a talán zöldködésből, meg a Greenpeace, meg nem tudom mi, tehát sokat hallunk ezekről. A mi célunk az lenne, hogy ezeket a dolgokat lebontsuk a hétköznapi életünkre, hogy mi mit tudunk tenni, hogy ne egy ilyen klímaszorongás alakuljon ki bennünk, hanem az egyéni felelősségvállalásnak a szerepét szeretnénk igazából hangsúlyozni. És itt helyi alkotók is tesznek ezért, például szerintem még nem annyira elterjedt ez az ökozsák, több méretben is kapható nálunk is, és ebbe például pékárút, illetve zöldséget, gyümölcsöt tudunk venni, amivel nagyon sok nejlonzacskót már ki tudunk váltani. Sok apró lépés, de úgy gondolom, hogy messzire visz minket.